Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Ezek a misztikus napok segítenek abban, hogy befolyásoljuk azt, hogy mi történik jövő évben. Minden nap kihat egy hónapra, de jelent bizonyos témákat is. December 26-a kihat február hónapra. Ahogy a napot átéljük, ezt az energiát átvisszük jövő év februárjára. És milyen témák vannak? Ez a szertartás segít abban, hogy felszabaduljunk valamiből, ami eddig fogva tartott bennünket. Ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet a munkahely, vagy a lakhely is. Itt változásokról van szó. Mégpedig kell, hogy átlássunk a dolgokon. Legyen egy bizonyos terv, hogy meglegyen az életerőnk ahhoz, hogy változtassunk valamit az életünkön. És ezt könnyűséggel, nevetéssel. Tehát kilépünk egy szoros helyzetből, felszabadultnak érezzük magunkat, és pontosan ebben tud segíteni ez a szertartás. Ami még fontos, hogy jó kapcsolatok legyenek, hogy legyen valaki, aki segít a terveinket megvalósítani, vagy a párkapcsolat területén meglegyen a játszadozás, a könnyűség, a nevetés. Ez a szertartás, ez kihat egészségügyi témákra is, hiszen van gyógyító ereje. Például a vénás betegségeknél, vagy idegrendszeri zavaroknál, amit december 26-a és február hónap jelent, hogy tudnánk megvalósítani a terveinket. És ebben tudok nektek segíteni.
és kívánok most egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!